végre van egy follow focus eszközöm, és annyira jól jött a videózási technikámhoz. Nyilván kérdezheted, hogy miért, meg hogyan használom, és el fogom mondani, hogy miért vagyok ennyire izgatott, de jöjjön gyorsan az intro. Hadd mutassalak be a PD Movie-nak, a Live Air 2S-nek. Ahogy ők mondják, ez több, mint egy follow focus. Egy könnyű és kicsi, könnyen használható kontroll kereket használ, és nagyon flexibilis, rengeteg kiegészítője van, az akkumulátor ideje nagyon strapabíró, és van külön áramforrásaid, ezért az egész felépítésen köszönhetően az, amikor maga a follow focus egység és a kézben lévő egység van, ha egymástól nem vagyunk olyan távolra, mint 10 méteren belül, tökéletesen működik. Amúgy a PD Movie-nak vannak különböző réljei és turntable-ei, és tehát lehet kombinálni is, de már ez az eszköz is nagyon sokban segít nekem a termékvideózáshoz. A kontrollernek van egy 1/4-es csatlakozó, és bármihez hozzá tudjuk rakni, aminek van egy 1/4-es lyuka, amivel be tudjuk tenni. És ha pontosan érdekel az, hogy hogy használom ezt, amit konkrétan az Edelkronnak a különböző mozgásrendszereivel, automatizált mozgásrendszereivel, erre van egy dedikált videó, majd be fogom linkelni. Vissza a Live Air 2S-re, egy nagyon profi follow focus kézi irányítóval jön, ami 75 mm nagy, és Remote Air Rig-nek nevezik. És nyilván kézzel is használhatjuk, de van a Remote Air app, ami egészen 6 darab modul motor kezelésére alkalmas, és például lehet, hogy kézzel mondjuk a zoomot kezelem, de az appon keresztül mondjuk a fókusztávot, vagy pedig a rekeszértéket. Mert olyan sokszor volt problémám az A7S3-nak amúgy nagyon jó autofókuszával, amikor ilyen termékek részletét mozgásban vettem fel, és ezt az egészet megoldotta nekem a PD Movie. Imádom, és szerintem 369 dollárért ez egy nagyon jó deal, főleg más gyártókkal és azt a minőséget, amit ő képvisel, összevetve. De te mit gondolsz erről? Használsz bármilyen follow focust, vagy autofókuszra? Elég neked az autofókusz? Kezdjünk el beszélgetni a komment szekcióba. Ha pedig érdekel részletesebben, hogy milyen Edelkron termékeket használok, és miért tartom ennyire jónak a slidert, a jibet, milyen mozgásokat csinálok meg, akkor itt van egy teljes bemutató róla, de ez ugye egy termékbemutató. Ha a végeredmény érdekel inkább, akkor pedig itt van egy creamy b-roll, ahol használtam mindezeket a termékeket, és bemutatom, hogy vettem fel, hogy editáltam. Ha most találkoztunk először, akkor kérlek, iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön még, és remélem, hogy találkozunk a következőben, mondjuk ebben vagy ebben. Klikkelj! Köszi, hogy itt voltál! Szia! Sziasztok!